Energia éjjel-nappal, télen-nyáron. Paks 2. Az új blokkokkal az energiabiztonságot építjük. A műsor támogatója a TAR Kft. Köszöntöm kedves nézőinket gazdasági magazin műsorunkkal. Webshopot működtet, divatos kollekciót készített, és új piacon terít a kalocsai porcelán manufaktúra. A változás szere már tavaly is több újdonságot hozott a cég működésében, és a tervek szerint idén tovább folytatja a fejlődést a vállalkozás. Egymás mellett sorakoznak a kalocsai porcelán manufaktúra bemutató boltjában a szebbnél szebb készletek. Nagy a kínálat, de sajnos egyre kevesebb a kereslet. Csökken a turisták száma, és már a kalocsai motívum divathulláma is alább hagyott. Ezt tapasztalják nap, mint nap a kalocsai porcelán manufaktúrában, ezért is érezte a változás szükségességét a cég vezetése. Ennek eredménye volt először az, hogy például a kézi festés háttérbe szorult. Januárban egy leltárt készítettünk, és megvizsgáltuk azokat a termékeket, amik az elmúlt 2-3 év folyamán nem nagyon fogytak. Így a évet azzal kezdtük, hogy megpróbáljuk azokat a készleteket, amik még kézzel festetve készültek, valamilyen módszerrel a vevők birtokába juttatni. A kézi festés az nagyon visszaesett, hiszen a bérek és egyéb változások miatt nem tudunk versenyezni mindenben. Van egy érdekeltség, amikor magas kategóriájuk kézzelfestett termékek után éreklődnek, de a 15-20 embert nem tud eltartani. Így megnéztük azokat a lehetőségeket, hogy milyen dekorral és milyen fehéráróval tudunk tovább menni az év folyamán, illetve nagyon sok partner megkeresett, vagy új vevők, amik kibontottan bérmunkára vonatkoznak, ami 5-10-es szériákat szeretne felünk gyártani. A munkavállalóknak a létszámát ugye a megrendelt munka határozná meg, és ez teljesen átalakult, hiszen a kalocsai mintának most már a népszerűsége és a keresettsége az nagyon leszűkült, illetve gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy néhány ajándékboltra volt közel, gyakorlatilag meg is szűnt. Ezért kell új utakat kerestünk. Merre felé viszitek ezt a terméket? Gyakorlatilag Magyarországon Budapest a legnagyobb vásárunk. A reptéren, a Bazilikában, a Hiltonban, a Minisztériumban, a Külügyminisztériumban, a Minisztériumban bent vagyunk és szállítunk. Nagyobb városokban, Debrecen, Békés Csaba, Miskolc, Győrbe szállítunk, de a jelenlegi turizmuson azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy ezek a boltok is nem tízesével rendelnek, hanem inkább az 1-2-1-2 a Tottóhoz hasonlóan van a rendelésük, hiszen a piacuk nekik is így változik. Külföld mennyire nyitott a kalocsai termékek iránt? Külföld nem nyitott. A külföldön élő magyarok szoktak vásárolni, amikor itthon vannak, és ajándéktárgyakat visznek. Ez kis piac, de ez is jó. Nézzük a termékeket, van-e új kollekció erre az esztendőre? Igen, a tavalyi év folyamán vásároltunk színes porcelán termékeket, tehát mi is gyártunk különböző színes termékeket, és arra megpróbáltuk a kalocsai motívumot egy fehér kontúrral rávinni, ami a decemberi hónap folyamán a karácsonykor nagyon népszerű volt, és elég sok mennyiséget elvittek, főleg a fekete-fehér és a piros-fehér, ami dominált. Hogyan jártok utána, hogy éppen most mi a divat? Megnézzük a Budapesten, főleg a Váci utcán a kilakatokat, illetve a partnereink jelzés alapján, hogy milyen irányba mozdul a színek világa, és igyekszünk ehhez igazítani a új színeinket. Jártok különböző bemutatókra? Nem. Nem járunk különböző bemutatókra. Jelen pillanatban olyan vásár és egyéb költségek vannak Budapesten, amit a cégünk nem tud megfizetni per pillanat. A tapasztalatok azt mutatják, ha a turisták be is térnek a mintaboltba,
inkább a használati tárgyakat keresik. A kis apró termékeket gondolok itt kustartóra, fakrántartóra. Tehát azt látjuk, hogy nagyon sokan terméket gyártottunk, ami kiskancsó, kisváza, szalvétagyűrű, amik igazából funkcióval bírtak, és eddig ezeket a termékeket el lehetett adni. Gondolok, mint a hűtővádás, amit több ezer darabot adtunk el. Jelen pillanatban azt látjuk, hogy a csészét, a böglét, a fakrán, ami valamilyen konyhába funkcióval bír, azokat még megvásárolják, esetleg néhány folióra is hasonló, de az olyan ajánlítányat, amit csak arok veszek és viszek, azt már nem. Tehát csak a kalocsai mintáért, vagy a szélességért nem vásárolják. Hogyan lehet bevonzani ide a turistákat? Mit tettek annak érdekében, hogy egyre többen jöjjenek és látogassák itt az üzletet, magát a gyárat? Elkészült a webshopunk, ami kb. Fél éve üzemel, és úgy néz ki, hogy sikeresen már egyre több rendelésünk van. A Facebookon, a webshopon keresztül és különböző hirdetésen, újságokon és reklámokon keresztül próbáljuk becsalni a turistákat, illetve a partnereink és a partner kapcsolatainkon keresztül egymásnak ajánljuk a cégeinket, és ez egészen jól működik. A cég optimista a jövőt illetően, hiszen az igényes portéka mindig eladható, csak meg kell találni hozzá a megfelelő piacot, illetve a szakemberek bizakodnak azzal kapcsolatban is, hogy talán a turizmus lassan fellendül Kalocsán és az országban egyaránt. Hivatalosan is átadták, így megkezdte működését az új kiskunhalasi börtön. Az intézmény 472 fő befogadására alkalmas, meg kevesebb, mint 5 hónap alatt készült el. A hivatalos nyitó ünnepségen részt vett Pintér Sándor belügyminiszter is, aki elmondta, az új intézményben az elítéltek elhelyezése az európai börtönnormáknak is minden tekintetben megfelel. Dr. Pintér Sándor belügyminiszter is részt vett a Kiskunhalasi Országos Büntetés Végrehajtási Intézet átadó ünnepségén. A tárca vezető Tóth Tamás vezérőrnagy, a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokságának vezetője kalauzolta körbe a megújult épületeken. Az igen, mindenhol ki van téve. Minden zárt kell. A belügyminiszter a sajtó jelenlétében sétált végig a körleteken, folyosókon, érdeklődött, informálódott. Kiderült, hogy a beruházás több mint 1,7 milliárd forintból valósult meg. Az új börtön az ország egyik legmodernebb büntetés végrehajtási intézménye. Miniszter úr, jelentem, a Kiskunhalasi Országos Büntetés Végrehajtási Intézet elkészült, a feladatot végrehajtottuk. Az ünnepélyes avaton Tóth Tamás vezérőrnagy számolt be a börtön kialakításáról a megjelent vendégeknek. Az elmúlt év szeptemberében sokak számára hihetetlen volt, hogy ezen a helyen Magyarország egyik legmodernebb büntetés végrehajtási intézetét fogjuk átadni, egy nagyjából 6 hónap elteltével. Ismét bebizonyítottuk, a kollégáim bebizonyították, hogy feszes, fegyelmezett munkával képesek vagyunk határidőre és magas színvonalon dolgozni. A mai nap egy projekt befejezésének a napja, valaminek a vége, és nyilván ezzel együtt kezdődik valami új is. Nem más, mint egy saját üzemeltetésben lévő új büntetés végrehajtási intézet kezdi meg a működését, amire legutóbb 2003-ban, tehát 16 évvel ezelőtt került sor Veszprémben. Pintér Sándor belügyminiszter beszédében kitért arra, hogy a halasi beruházás országos példává vált. A Kiskunhalasi Büntetés Végrehajtási Intézet már más minőséget jelent. Itt, ahogy parancsnok úr mondta, 472 új korszerű, nemzetközi sztendernek megfelelő, munkatartást biztosító és munkavégzést biztosító helyet adtunk át. Ez egy megfelelő méretű börtön, megfelelő méretű cellákkal és megfelelő méretű munkavégzésre alkalmas helyjel. Mindezt, mint ahogy hallottuk, költséghatékony módszerrel végeztük el. Üzenetértékű, hogy a fogvatartottak építették át az épületet. Imponáló, hogy 122 munkanap, 253 fő és sok ezer munkaóra van mögöttük. Bizonyították, hogy lehet a büntetés végrehajtásban fogvatartottakkal megfelelő munkát végezni, és bizonyították azt is, hogy fel lehet szerelni egy büntetés végrehajtási intézetet az önök által gyártott eszközökkel.
A börtön jelképes kulcsát Pintér Sándor adta át Tanács Eszter Tímea ezredes parancsnoknak. Sikert kívánok a vezetéséhez, jó munkatársakat, és eredményes munkát. Lehetőség volt arra, hogy a sajtó képviselői is megtekintsék az intézményt. Modern egészségügyi központot, komfortos körleteket alakítottak ki, megmutatták a varrodát is, ahol a rabok dolgoznak majd. A részleget a Büntetés Végrehajtás cége, az Adoriantex Kft. Üzemelteti. Itt kimondottan fogvatartottak készítenek különböző textíliákat. Ebben a varrodában, mint ahogy látszik is itt oldalt, alapvetően sík textíliákat fogunk készíteni. Ez egy alapvarrási folyamat, ezt a legkönnyebb megtanítani azoknak a fogvatartottaknak is, akinek nincs gyakorlata. Itt ágyneműre kell gondolni alapvetően lepedő, nagypárnahúzat, kispárnahúzat. Ennek a jelentős részét egyébként a börtönökben, kórházakban használják fel, de minden megrendelést ki tudunk elégíteni. A létszám az mindig attól függ, hogy milyen terméket kell előállítani. Tehát ez valóban azon függ, sőt a gépeknek is úgy kell cserélni, hogy az adott terméket el tudjuk gyártani. Egy műszakban 40 fő biztos, hogy tud dolgozni, de természetesen ez csak az indulásnál lesz. Továbbiakban az a célunk, hogy ennek a sokszorosát foglalkoztassuk itt a helyszínen, és hogy betelepítésre kerül a börtön. Mint megtudtuk, az intézmény feltöltése hétfőn kezdődik. Tovább tart a toborzás, amelynek köszönhetően már több mint 110 leendő munkatárs képzése zajlik. Amit az országban nyitunk toborzóirodát, mindenhol működnek a toborzóirodák. Itt Kiskunhalason is, amit október elején adtunk át, természetesen folyamatosan várjuk az érdeklődőket, a jelentkezőket. Csak nem 500-an voltak, akik érdeklődtek, és ebből 116 fő felvétele már realizálódott is, nekik a képzésük most zajlik, folyamatban van. Több mint 500 millió forintot fordít a tankerület a Kalocsai Kertvárosi Általános Iskola felújítására, korszerűsítésére és bővítésére. A munkák már elkezdődtek, melyek a tervek szerint egy évig fognak tartani. Könyvtárral, csoportdráma és szaktantermekkel bővül az intézmény. Összesen 7 új teremmel és egy egész új emelettel fog bővülni a Kalocsai Kertvárosi Általános Iskola. Ezt már régebben bejelentették, ám most elérkezett a projekt megvalósítása is. A fizikai munkák már megkezdődtek, mely mellett a hivatalos projektnyitó ünnepséget is megtartották. Az eseményen Font Sándor a térség országgyűlési képviselője is részt vett, aki hangsúlyozta, a kormány fontosnak tartja az oktatás színvonalának javítását, ezáltal a gyermekek és a családok támogatását. Kalocsa büszkélkedhet azzal, hogy egy folyamatnak a része ez az iskolai felújítás is, bővítés, hiszen már több a közoktatást érintő felújítások, épületek jelentik, hogy a kalocsai oktatási nevelőintézmények folyamatosan bővülnek, infrastruktúrájuk gazdagodik, és a kor követelményeinek megfelelő környezetet próbálunk kialakítani. Ez egy tudatos koncepció része, hiszen a kormány nagyon nagy energiákat fordít arra, hogy minél több gyermek szülessen, ezt önök ismerik, nagyon sok kommunikáció szól most erről, én ennek a részleteit most nem is említeném meg, hanem már azt a lépést teszem meg, amikor már megszületett a gyermek, na onnantól kezdve viszont ne legyen olyan kis település sem, ilyen kisváros sem, mint Kalocsa, ahol ne lenne elég óvodai, bölcsődei férőhely, ezért a óvodai, bölcsődei férőhelyek megteremtéséért szintén egy nagyon markáns pályázati pénzalap áll rendelkezésére, és folyamatosan 2020-ig be lesz fejezve, hogy nem lesz olyan települése Magyarországnak, ahol a kisgyermekek gondos őrzése, nevelése ne történhessen meg. Ez így fog történni Kalocsán is, és hogyha ez a korszak véget ért, és az iskolai nevelésben részesülnek, és ebbe a korba lépnek már, akkor bizony az iskoláknak kell fogadókésznek lenni, hogy a mai kor szellemének és igényeinek megfelelő környezetben végezhessék a pedagógusok ezt a nevelést, oktatást, a gyermekek pedig ezt kapják meg. Ne érezzék úgy, hogy hátrányt szenvedek azért, mert egy 17 ezres kisvárosnak vagyok csak, idézőjelben a diákja, és ebben rendkívüli erőket mozgósítottunk, hiszen tankerigazgató asszonnyal
több mint két évvel ezelőtt kezdtük el azt a fejlesztési elképzelést, amely itt az egész tankerületre, a bajai tankerületre vonatkozik, de nagyon sok települése, Kalocsa térségének a települései ehhez a bajai tankerülethez tartoznak, és egy tudatos lépésről lépésre elv alapján történik meg a közintézmények, köziskoláknak a fejlesztése. Bízom benne, hogy ezzel a diákok egy olyan tudásszintet szereznek meg, amelyet aztán középiskolában és netán, majd felsőfokú iskolában tudnak kamatoztatni, és ennek a következménye az lesz, és ez a nagy álmom, tervem Kalocsa tekintetében és a térség tekintetében, hogy utána visszajöjjenek, hogy azt érezzék, hogy jó itt Kalocsán lenni, itt megvan mindenem, sőt, hogyha nekem lesz majd gyermekem, őnekik is meg lesz minden, nem kell elmennem. A netán egy paksi erőmű építkezés és egy új híd építése olyan lehetőséget ad a visszatérő, akkor már diák évein túl levő kalocsai polgároknak, hogy ő is úgy dönt, hogy itt telepszik le, és ebben a környezetben vállal majd gyermeket. Ez egy hosszú távú cél, de az alapjai itt kezdődnek, amikor ezt lerakjuk, és a projektnyitó rendezvény is talán ennek a megalapozásnak az egyik része, hogy vonzó legyen Kalocsán élni, netán itt tanulni. A bajai tankerületi központ, melybe Kalocsa is tartozik, összesen 2,3 milliárd forintot nyert iskola fejlesztésre. Ebből újul meg a kertvárosi iskola is. Tavaly 12 intézmény köztük két kalocsai iskola esett át javításon. Idén összesen 7 intézmény esik át korszerűsítésen. Ez egy fejlesztés sorozatnak a része, és a munka valóban 2016-ban már elkezdődött, és folytatódik 2019-ben is, amelynek része a kertvárosi általános iskola. A ráépítéssel új tantermek, fejlesztőtermek, könyvtár és közösségi tér valósul meg, és ahogy már említettem, egy módszertani megújulás, hogy tulajdonképpen ez a fejlesztés köznevelési intézményeknek olyan arányú, vagy olyan módon történő fejlesztése, hogy olyan iskolák jöjjenek létre, amely vonzóbbá válnak a családok számára, és olyan tudást tudnak közvetíteni a 21. században a diákoknak, amellyel fel tudnak készülni a pályaválasztásra és a továbbtanulásra. És reméljük, hogy ezt az innovatív a módszereket az infrastruktúrális fejlesztésekkel együtt az iskola a jövőben a hosszú éveken keresztül kamatoztatni tudja. Ezzel az előadással színesítették az ünnepséget az iskola diákjai. A tagiskola igazgatója elmondta, egyre több gyermek jelentkezik hozzájuk évről évre, jelenleg 400 diákkal foglalkoznak, így már kezdték kinőni az intézmény falait. A bővítésen túl a felújítás is egyre sürgetőbbé vált, mely korrekciós feladatokat a napokban megkezdtek. Mi örömmel tudtuk meg a hírt, hogy a mi iskolánk is részt vesz ebben a projektben. 400 tanulónk van, és sajnos kinőttük az iskola épületét. Fejlesztenünk kell, mert nincs elég szaktantermünk, osztálytermünk, csoporttermünk. Valószínű a fejlesztéssel a problémánk nagy része megoldódik. Egy nagyon szép környezetben, szakmailag nagyon felkészült pedagógus csapattal tudjuk várni a következő tanévben a diákjainkat. Mi már arra készülünk, mert ugye lassan itt lesz a beiratkozás, hogy minél több szülő keressen meg bennünket, lássa a fejlesztést, ugyanez egy kicsit zajos-poros, de mire elindul a tanév, ebben az iskolában minden rendben lesz. A fejlesztés 2 héttel ezelőtt elindult, 2 tantermünk már elkészült, ennek az elektromos hálózatát már felújították, a világított testeket felszerelték, és a fal festése is megtörtént. Egy termet már birtokba is vettek a gyerekek, a másik jelen pillanatban takarítás alatt áll. A felújítás alatt elég nagy türelemre és toleranciára van szüksége a kollégáimnak, és természetesen együttműködni kell velünk, mert ez egy folyamatos sakjátszma, hogy melyik osztály éppen hol tanul, melyik csoportot hova tudjuk elhelyezni. Jelen pillanatban a tornateremtől az orvosi szobáig
tanulnak a gyerekeink, mert nagyon fontos, hogy tanulra ne maradjon el, mert ugye a tanév végére ugyanazokat a követelményeket teljesíteni kell, mintha nem történne ez a fejlesztés. És én úgy gondolom, hogy ha elkészülünk, akkor 21. század legmodernebb iskolája lehetünk. Hát az előtte állapot az elég bonyolult volt, ha az elektromos hálózatot nézzük. Tehát az interaktív eszközeink használata néha problémát okozott, ugyanis nem bírta a hálózatunk. A biztosítékokat lenyomta, folyamatosan kellett szerelőt hívnunk, hogy működjenek ezek. Nem egyszer volt, hogy túl melegedett az óránál az elektromos berendezés, és hát mivel a konyhával is együtt vagyunk, tehát ez nagyon nagy megterhelés mind a kettőnknek, hogy még régi vezetékek, amelyek már nem alkalmasak arra, hogy ezt az áramerősséget szolgáltassák, sokszor problémát okoztak. Ami előtte volt, hát ha azt mondom, hogy 1970-ben szerelték föl a világító testeket a termekben, ha ezt megnézzük, ezek már modern eszközök, és régen volt már a tantermekben teljes festés, ami nagyon kellett. Amint jó idő lesz, elindul a földszintes épületrészekre az emeletráépítés. Ez konkrétan 7 termet jelent, szaktanterem, könyvtár, csoportterem, drámaterem. Erre még várnunk kell. Holnap indul az álmennyezet bontása az ebédlő előtti folyosón, és itt a tornaterem tornacsarnok előtti folyosón a gépészet felújítása kezdődik. Az emelet építését nyáron kezdik. A bővítés keretei közt 7 új teremmel, köztük dráma, csoport, szaktantermekkel, könyvtárral, közösségi térrel gyarapodik az iskola. Kiváló példa az atomenergia és megújuló energiaforrások együttes alkalmazására az, hogy egymás szomszédságában fog működni a 2 új atomerőművi blokk és az ország legnagyobb naperőműve, mondta a Paksi Atomerőmű 2 új blokkjának tervezésért, megépítésért és üzembe helyezésért felelős tárca nélküli miniszter. A naperőmű átadása kapcsán Süli János szerint egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az atom és a megújuló energia egymást kiegészítő felhasználása teheti biztonságossá, olcsóvá, környezetkímélővé Magyarország villamosenergia ellátását. Jelentős lépés a hazai megújuló villamos energia termelésben a Paksi naperőmű létesítése. Az pedig, hogy az atomerőmű mellett épült meg, és a jövőben egymás mellett fog működni a 2 új atomerőművi blokkal, kiválóan példázza, hogy a 2 technológia együtt képes erősíteni hazánk energetikai infrastruktúráját, és együtt biztosíthatja a karbonmentes energiatermelést Magyarországon. Egy fontos dolog, hogy az atomerőmű az sose volt a megújulók ellenében, hisz azt gondoljuk, hogy a kettő együtt fontos kiszolgálója lehet a magyarországi villamosenergia igényeknek, mind a megújulók, ezen belül a nap, mind az atomerőmű. Süli János kifejtette, hogy az ellátásbiztonság garantálása érdekében feltétlenül szükség van olyan alaperőművekre, amelyek az időjárástól függetlenül képesek télen, nyáron és éjjel-nappal minden másodpercben villamos energiát termelni. Az új paksi blokkok ezt a célt fogják szolgálni. Amíg az atomerőmű az úgynevezett zsinór áramot biztosítja, a megújulók elégíthetik ki a további igényeket. A számok azok, hogy a mérnökök számára egyértelmű, ha folyamatosan növekszik Magyarországon az áram felhasználás igénye, ha folyamatosan nő az import ezáltal, akkor ez egy óriási kockázatot jelent. A miniszter kiemelte, hogy a Paksi atomerőmű 37 éve klímabarát módon szolgálja hazánk biztonságos villamos energia ellátását. Ennek is köszönhető, hogy az Európai Unióban Magyarországon az egyik legolcsóbb az áram, emlékeztetett a miniszter. Mint aláhúzta, stratégiai cél, hogy a hazai lakosság és a gazdaság számára hosszú távon olcsó, folyamatosan rendelkezésre álló és biztonságos villamos energia álljon rendelkezésre, miközben a klímavédelmi követelmények is teljesülnek. Ez csak az atomenergia alkalmazása mellett teljesíthető, ezért is döntött Magyarország a nukleáris kapacitásának fenntartása a 2 új blokk megépítése mellett. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó tévénézést, viszontlátásra! Thank you.
Energia éjjel-nappal, télen-nyáron. Paks 2. Az új blokkokkal az energiabiztonságot építjük. A műsor támogatója a Tar Kft.